Jancsi és Juliska. Magyar hangok. Cető Roland, Szalai Gyöngyvér, Kassai Ilona, Vég Péter, Kovács Nóra. Ezt a Ellen Rosenberg. A forgatókönyvet írta Nancy Wims és Len Talen. Készült a Grimm testvérek meséje alapján. Rendezte Len Talen. Jancsi! Juliska! Ki az ágyból, lustaságok? Most szóltam utoljára. Jancsi! Jancsi, ébresztő! Gyönyörű szépet álmodtam. Mit álmodtál? Azt, hogy egy palotában laktunk, te és én. És mind a kettőnknek volt egy saját ponilova. Mit álmodtál még? Azt, hogy semmi dolgunk nem volt a ház körül. Semmi. Mert mi voltunk a herceg és a hercegnő, és senki nem parancsolgatott nekünk. Senki sem? Senki sem. Szép álom lehetett. Jancsi! Juliska! Már is megyünk, anya! De én még éhes vagyok, anya! Mit fogtuk akkor ebédelni? Nekünk nem kell délben az ebéd, nekünk most kell a reggeli. Ne légy olyan mohó, kislányom! Hisz tudod, a túl sok reggeli megárt a szívnek. Nagyon finom volt, Maria. Igaz, gyerekek? Igen. Igen. Egy egérnek talán elég volna, de nem egy négy tagú családnak. Készítsétek fel a szekeret az útra. Igen, apa. Igen, apa. Még nem végeztek a házi munkával, amit kértem tőlük. Az ráér holnap is. Megígértem, hogy beviszem őket a városba. Holnap. Mindig csak holnap. Te mindent holnapra halasztasz. Csak azt nem tudom, lesz-e holnap is étel az asztalunkon. Ó, Stefán! Mi lesz így a családunkkal? Mind a négyen éhezni fogunk. Jobb lenne, ha már most elkészítenéd a koporsóinkat. Egyet se félj! Eladom az összes fát, ami ráfér a szekerünkre. Bízz bennem. A jó Isten megsegít. Juliska, légy jó kislány. Jancsi, el ne veszítsd a sapkádat. Stefán, ne hagyd, hogy becsapjon a pék. Ez nem történhet meg. Samu, gyere! Szervusz! 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 Tegyél fel még egy találós kérdést! Igen, még egyet! Jól van, várjatok, csak várjatok! Hopp, megvan! Mi az, aminek van karja és lába, de nincs feje? Talán a lé.
légy? Nem. Én tudom, a galamb. Dehogy, a galambnak van feje. De a légynek is van. Jaj, mondd meg, apa, mi az, aminek van lába és karja, de nincs feje? A karosszék. Ez nagyon nehéz volt, apa, de akkor én is kérdezek. Mi az a két dolog, amit nem ehetünk reggelire? Ebéd és vacsora. Hé, hey, kacsák, félre az útból! Tessék! Köszönöm! Köszönöm! Favágó! Köszönöm, Kovács mester! Látja? Köszönöm! Apa, nézd! Ilyen furcsa köveket kaptam a kovácstól. Mik ezek? Ezek kovakövek. Szikrát tudsz velük csiholni, és már meg is gyújthatod a tüzet. Jó ajándék! Mindig legyenek nálad, és sosem fogsz fázni. Gyerekek, arról volt szó, hogy nyugton ültök, amíg elintézem az üzletet. Hát ezzel megvolnánk. Ne nyúljatok az árumhoz, különben az apátokkal fizettetem ki. Ez rád is érvényes. Teleraktam a kosarat. Itt a pénzed, favágó. De uram, nem ennyiben egyeztünk meg. Nekem nincs szükségem a fádra. Ami kell, azt magamnak is ki tudnám vágni. Csak nincs rá időm. Ezen akarsz nyerészkedni? Amikor a múltkor jöttem, nem fizettél eleget, és megígérted, hogy most kiegyenlíted. Én nem tudom, miről beszélsz, favágó. Én nem mondtam semmi ilyesmit. Kislányom. Neked pedig adok egy kis kenyérborzsát. Mit kell erre mondani? Köszönöm szépen, pékmester uram. Nagyon szívesen, kislányom. Gyertek.
sárga szalagok. Vegyék és vigyék. Ha most mi van a hajában, megszépül a lány. De szép haja van a kisasszonynak. Milyen gyönyörűen mutatna benne egy-két szalag. Nagyon szépek. Mit szólna egy kék masnihoz a kislánya hajába? Nem, köszönöm. Gyerekek, nem akarjátok megnézni Vitéz János kalandjait? Kedveském, nem kértek egy kis friss makrét? Nem kérünk. Biztos nem? Nézzétek, gyerekek, itt az aranysárga lépes méz. Nem kérünk. Nagyon finom. Nem kérünk. Olcsón adom. Vigyen még egy virágot a feleségének. Ezt? Tessék. Mondd, kisfiam, hogy hívnak téged? Jancsi! Hansel, dear, would you agree? Would you dance and dance with me? Raise your hands and clap, clap, clap. Point your toe and tap, tap, tap. Nine, left and right, round, round and back again. Listen to my poem, everybody. A fool has never changed his mind, and who can think it strange? The reason's clear, for fools, my friends, have not a mind to change. Dear, let's sing our song. Raise your hands and clap, clap, clap. Point your toe and tap, tap, tap. Left and right, left and round, round about and back again. Come on, everybody, let's all sing. Raise your hands and clap, clap, clap. Point your toe and tap, tap, tap. Vitéz Jánossal. Igazán? Táncolni tanultunk a báboktól. Olyan mulatságosak voltak. Folyton veszekeltek, és a sodrófával ütögették egymást. Kaptam két kovakövet, amivel sziklát lehet csiholni. Elénekelj a madalt, amit tanultunk, anya. Két kezeddel tapsolj. Ne, Juliska, most ne. Nézd meg a kovaköveimet.
apa elmondta, hogy kell használni. Vidd be a húgodat. Egy, kettő. Sipírc. De hát ennek nincs is leves íze. Olyan íze van, mint a mosliknak. Hát azt meg honnan tudod, hogy milyen íze van a mosléknak? Egyszer megkóstoltam. Ittam belőle. Hogy mertek nevetni az ételen? Legközelebb én eszem meg az utolsó krumplit. Menjetek aludni. Igen, mars az ágyba. Ha szerencsétek van, nem ébredtek fel. Maria, hogy mondhatsz nekik ilyesmit? És te miért hagytad, hogy az a kabzsi kövérpék megint becsapjon? Hogy lehetsz ilyen tökkel ütött bolond? Én csak egy egyszerű favágó vagyok. És két gyermek apja. Miért nem vagy képes szembeszállni azzal, aki ellopja a pénzt a feleségedtől és a gyerekeidtől? Aki soha nem fizet neked annyit, amennyivel tartozik. A pék egy tekintélyes ember. Mit bánom én tőlem, akár király is lehet? Holnap én magam megyek be a városba, és beszélek azzal a pékkel. Na jól van, elég ebből. Majd bemegyek én, és behajtom a péken az összes pénzt, amivel tartozik. Jó reggelt, szomszédasszony. Szép jó reggelt, szomszéd. Hoztam egy-két dolgot maguknak. Olyan sok tejet adnak a teheneink, hogy nem tudjuk meginni. Még a sajtkészítéshez is sok. És hoztam néhány tojást is. De én ezt nem tudom kifizetni, szomszéd. Nem is kell. A férje ura nagyon sokszor segített már nekünk. Emlékszem, tavaly télen is, amikor nagy betegen nyomtam az ágyat, ingyen hozott tűzifát a családomnak, hogy be tudjunk fűteni. Jó szomszéd a férje, és jó ember. Igen, az én uram mindenkinek segít. Nagyon kedves maguktól, hogy gondoltak ránk. Ez a korsó nagyon nehéz, majd én beviszem. Köszönöm. Tetszik tudni, tegnap, amikor tejet vittem a molnárnak, azt mondta, hogy már megint nyoma veszett egy gyereknek abban az átkozott északi erdőben. Egész nap keresték azt a szegény kisfiút, de nem találták. Szegény gyerek. Ha engem kérdez, én amondó vagyok, hogy az a gyerek már nem fog előkerülni, szomszédasszony. Nézzétek, gyerekek! Friss tej és tojás. Köszönjük! Köszönjétek meg! Köszönjük! Minden jót! De finom ez a tejszín. Csinálok egy kis süteményt. Kéne még néhány bogyó is ebbe a süteménybe.
Elmegyek, szedek, bejárom érte az egész erdőt, ha kell. Ha apátok hazajön ma este, igazi lakomát rendezünk. Olyan boldog vagyok. Juliska, addig te fejezd be a stoppolást. Igen, anya. És te, Jancsi, próbálj meg erősebben fonni, mert különben nem tart a kosár. Utána pedig ne felejtsd el megitatni a szamarat. Nem felejtem el. When to turn and how to bow. Show me what I ought to do so that I may dance with you. Raise your hands and clap, clap, clap. Point your toe and tap, tap, tap. Left and right, left and then. Round about and back again. Raise your hands and clap, clap, clap. Point your toe and tap, tap, tap. Left and right, left and then. Round about and back again. Hagytam a karám ajtaját. Mit mondunk majd anyának? Nem tudom. Takaríts fel, addig én kiviszem a szamarat. Menj már, Samu! Mozdulj! Jaj, Samu! Kérlek szépen, indulj el! Mi ez? Mit csináltok? Mit keres a szamár a házban? Hol van a süteményem? Nem vettük észre, hogy bejött. Ez az oktalan állat falta fel a süteményemet? És ő itta meg a tejet? Jancsi, vidd ki ezt a dögöt! Nem hallottad? Vidd ki azonnal a házból! Menj már, Samu! Mozogj már! Hagyd, majd én kiviszem. Haszontalan buta gyerek! Na gyere, szamár! Elegem van belőled! Kifelé a konyhámból! Kifelé innen! Takarodj! Mozgás! Ó, ti felelőtlen, ostoba gyerekek! Ne haragudj! Ne haragudj ránk! Szedjetek bogyót a vacsorához, de annyit, hogy mind a négyünknek jusson ám! Eridjetek! És meg ne próbáljatok visszajönni üres kézzel, különben! Anya! Menjetek már! Hagyjatok békén!
Gyere! Miért nem arra megyünk, amerre szoktunk? Azért, mert ott nem találunk egy szembogyót sem. Mindet leszedtük. Ezen az oldalon még sosem jártunk. Apa azt mondta, hogy ne menjünk arra. Nincs ösvény, amit követhetnénk. És ha eltévedünk? Nálad van még a kenyérmorzsa, amit a péktől kaptál. Igen. De nagyon száraz. Nem baj. Épp elég. Elszórjuk magunk mögött. És visszafelé követjük a nyomot. Így nem tévedünk el. De apa azt mondta, hogy... Jaj, ne legyél már pólyás, baba! Hú, de nagyok. És finomak. Édesek. Ennek örülni fog anya. Where can this sweet fairy be?
amúgy sem szólhat. Rengeteget szedtünk. Soha nem kötöttem még ilyen szép koszorút. Nos, hercegnőm, visszatérhetünk a kastélyunkba? Csak követnünk kell a fejedelmi utunkat. Vagy jobban mondva, a kenyérmorzsás utunkat. Itt az ösvény. Itt egy kenyérmorzsa. Ott is egy. Jaj, mennyi van! Itt is egy morzsa. Ott is egy morzsa. Eltűntek. Azt hiszem, eltévedtünk. Ne mondj ilyeneket. Biztos, hogy hazatalálunk. Én csak tudom. Gyere. Oh, what a day, oh, what a day, oh, what a happy man am I. Oh, what a bird, oh, what a breeze, oh, what a joy to see the sky. How did I know how to be strong? Where did I find the voice to say, no, not enough, no, not at all, no, not again, no, not today. This is how it should be, this is how it is. A man gets what he wants if he takes what is his. Oh, what a man, oh, what a man, oh, what a noble man am I. Oh, what a tree, oh, what a leaf, oh, what a fence, what a cottage, what a flower. What a life. Maria, kelj fel! Most nem szabad lustálkodni. Hiszen az urat hazajött a hosszú útról, a városból, nem akarod látni, mit vettem? Nem is örülsz, hogy hazajöttem. Miért örüljek neked? Miért? Itthon csak baj van. Én vigyázok a házra. Etetem a gyerekeket. De mivel? Nincs is itthon semmi. Hát akkor nézzük meg, mit fogunk ma ebédel. Ó, Stefan, nincs kedvem a tréfáidhoz. Elegem van az egész életből. Üres az éléskamra, a pince és a padlás. És egy nagy üveg méz nem hozná vissza az életkedvedet? Vagy mit szólnál egy kis liszthez az éléskamrában? Esetleg egy kis vajat? Vaj! Honnan hoztad ezeket? Addig követeltem a péktől a járandóságunkat, amíg az utolsó fillérig ki nem fizette. Ó, Stefan! Az a pék egy gazember. Nehéz volt kiszedni belőle? Persze, az elején egy kicsit méltatlankodott, de én nem engedtem, és addig ütöttem a vasat, amíg el nem értem a célomat. Egy egész vagyomba került. A gyerekek hol vannak? Jaj, azok a kis haszontalanok. Tudod, hogy mit csináltak? Egyedül hagytam őket. Eközben beengedték a szamarat a házba. Az a dök felfalta a frissen sütött süteményemet, és darabokra törte a teljes korsót, amit a szomszédtól kaptunk ma reggel. Amikor itt találtam a szamarat és azt a nagy felfordulást, úgy elfutott a méreg, hogy elküldtem a gyerekeket bogyóért.
A közeli bokrokon az erdő szélén már nincs bogyó, mindet megettük. Tudom. Már én sem találtam rajtuk, de olyan dühös voltam. Már itthon kéne lenniük. Ugye az nem lehet, hogy bementek az... Az erdőbe? Nem, nem, oda nem mehettek. Hiszen már ezerszer elmondtam, hogy az erdő veszélyes. Ujjaj, mit tettem? Istenem, segíts! A gyerekeim! Maria! Ebben a sötétben soha nem fogod megtalálni őket. Szegény Jancsi és Juliska, kicsi gyermekeim. Ha bajuk esik, soha nem fogok megbocsátani magamnak. Ne okold magad, kijöttél a sodrodból. Ebben az erdőben a gonosz uralkodik. Itt már olyan sok gyereknek nyoma vesze. Persze, mert nincsenek ösvények. Könnyű eltévedni. Azt mondta nekem egy asszony, hogy ebben az erdőben egy gonosz boszorkány lakik, meg ördögök és szörnyű démonok. Babonaság. Ma éjjel imádkozunk értük, holnap pedig visszajövök és megkeresem őket. Gyerünk haza! Rajta kicsi sziklák! Pattanjatok! Gyújtsatok tüzet! Azt hiszem, sikerült. Igen. Mindjárt égni fog a tábortűz. Rád. Úgy félek, hogy elvisz egy kobold. Nem vihet el senki, amíg én itt vagyok veled. Húzod közelebb. Majd én megvédelek. Vigyáznak ránk. Szépséges angyalok. Egy fiú és egy lány. Lehet, hogy nem is álom volt. Semmi bajunk. Anya és apa már biztos aggódik értünk. Haza kell mennünk. Olyan éhes vagyok. Bár csak volna még bogyónk. Mm.
Stefan! Stefan! Kérlek, kérlek, hadd menjek veled. Nem. Ha visszatalálnak, itt kell lenned a házban. Nem tudjuk, ki lakik itt. Senkit sem látok a házban. Már nem vagy éhes? Nagyon finom. Építették. Jancsi, gyere! Citromos rudak! Szervusztok, gyerekek! Ó, szegénykéim, ti biztos éhesek vagytok. Akkor a lehető legjobb helyre jöttetek. Az én házamban mindent meg lehet enni. Ó, az én nevem Griselda. Jancsi. Gyertek, drágicáim. Mi a neved, kicsi lány? Juliska. Ő meg a testvérem Jancsi. Ó, Juliska? Igen. És Jancsi? Olyan szép a házikod. Hát... Te cukrászmester vagy? Ó, hát persze. És Pék is vagyok. Sugar and spice and everything nice, that's what my house is made of. Gingerbread girls with strawberry curls, that's what my house is made of. So please come inside, I'll help you decide. I'm full of delicious surprises and delicious disguises.
I love to cook and serve you little dears, so tender but slender and hungry it appears. Apricot custard and lemon meringue, raspberry strawberry tart, butterscotch pudding and apple souffle, marzipan hazelnut mocha parfait. And if you want more, try the gingerbread door. My dears, my pie, my apple raisin tart, my cake, my best, I cross my chocolate heart. My house is yours, you're welcome and you're sweet, so tender, so slender, you need some more to eat. Tender, but slender, you need some more to eat. Some more to eat, some more to eat, some more to eat. To add some more meat. És amint az ajka a lány ajkához ért, Csipke Rózsika felébredt, kinyitotta a szemét, és édesen elmosolyodott. Ó, Juliska, olyan szép vagy, mint a cukorkáim. Folytatom a mesét. Együtt mentek le a lépcsőn, és ezután a király, a királynő és az egész udvar felébredt, és mindannyian csodálkozva néztek egymásra. Ó, szegény kicsi Jancsi, hogy te milyen sovány vagy. Tessék, még egy falatfánk. Nem, köszönöm, most nem kérek. Ó, te aztán jó nevel fiúcska vagy. Hát legyen. Akkor én ezt ide rakom szépen, vegyetek belőle, amikor csak akartok, hiszen nektek sütöttem, lelkecskéim. Ó, úgy örülök, hogy nálam töltitek az éjszakát. Tehát mindannyian csodálkozva néztek egymásra. Ó, igen. A lovak megrázták magukat és feltápászkodtak. A legyek is mászni kezdtek a plafonon. És a konyhában a tűz megsütötte a gyerekeket. Vagyis... a pereszeket? Megsütötte a pereszeket? Kényelmes az ágy? Nem kértek még egy-két párnát? Nem, nem, köszönjük. Fejezd be a mesét. Igen, légy szíves. A szakács újra főzni kezdett, az étel újra főni kezdett, és a királyfi feleségül vette Csipke Rózsikát, és boldogan éltek még néhány röpke esztendeig. Vagyis... sokáig. Igen? Nagyon tetszett ez a mese. Azt meghiszem. Griselda, mi az az üveg a nyakadban? Ez a szemüvegem, Juliska. Sokkal jobban látom vele a dolgokat. Leveszem a szemüvegemet, sokkal kevesebbet látok. Így jár az ember, ha úgy megöregszik, mint én. De az orrom, az már egy egész más dolog. Nagyon jó a szaglóérzékem. Csak így tudok jó sütiket sütni. Belenézhetek? Ó, nem szabad. Törékeny. És Griselda nagymama nem akarja szem elől téveszteni. Hát, jó így, gyerekek, aludjatok jól, és meg ne csípjen az ágyrágó bogár. Holnap reggel kaphatnánk egy kis szilvalekváros palacsintát, Griselda nagymama. Megkapjátok, kedveskéim! Mindent megkaptok, amit a szívetek kíván. Egész palacsinta hegyeket, és hozzá háromféle lekvárt, és Juliska meg én incsiklandozó reggelit készítünk, ugye, Juliskám? Igen, Griselda. Jó ét. És köszönjük. Mézes kalács szívesen. Mézes kalács szívesen. Jó ét, jó ét, jó ét.
Kicsi, miért szólítottam nagymamának? Nem is ő a nagymamánk, ugye nem? A nagymamánk fent van az égben. Most már Griseldát is szólíthatjuk így. Ó. Olyan kényelmes ez az ágy. Mint egy felhő. Bárcsak örökre itt maradhatnánk. És mi lesz anyával és apával? Te nem szeretnél itt lakni, és mindig finom süteményeket enni, és Griselda meséit hallgatni esténként? Nincs is ennél csodálatosabb házikó a világon. Ébredj fel! Kenj még egy kis krémet a tortámra. Ó, Jancsi. Mondom, koboldoktól tanult boszorkánydalom. 3 és 4, boszorkány légy. És 5 meg 6, boszorkány vagy. 9 és 10, piszkos a víz, és az legyen most, amit én akarok. És ha reggelig ezt a daldalolom, a 2 gyereket megkaphatom. Aludjatok, kis bárányok, mert ha sokat alukáltok, örök álom vár rejátok. Ott lesztek majd ti is szépen a mézes kalács kerítésben. Puha lesz a sütemény, mert a húsotok sem kemény. Tudom, hogy itt vagy. Érzem a szagod. Griselda egy gonosz boszorkány. Hókusz, pókusz, kapanyél! Jancsi lábára tekeredjen, kötél! Jancsi, menekülj! Nem tudok! Megbénultam! Kötél! Tarts szorosan! Juliska, figyelj rám! Ő az én étkem, és te vagy a rabszolgám! Hókusz, pókusz, málusz, lókusz, rókusz, vólusz, csiribókusz! Fox, nappal.
és enni fogsz éjszaka. Egy hét múlva meghízol, és kövér leszel. Kis cseléd, na mi a baj? Nem tudsz lépést tartani a nagy Griseldával? Lássuk csak, 2,5 csészényi tej. A túrót felkeverjük egy kis liszttel. Milyen szerencsés ez a Jancsi. Citromkrémes tortát sütök neked. Nekem, de csak ne süss semmilyen tortát. Engedj ki a ketrecből. Édes bogyó, mézes bogyó, áfonya. Ó, körte íz, cukrozott gyömbér és almalé. Jancsi, egy kis gyömbéres körte pitét. Ó, ezt a receptet még sohasem csináltam meg. Jó, és hogy ízlene az én finom lekváros vajas pudingos kalácsom? Nem kell a kalácsot, gonosz boszorkány! Azt eszed, amit adok, és akkor, amikor adom, mert a húgot csak akkor pihenhet, amikor eszel. Megértetted? Enned kell, hogy úgy meghíz, mint egy disznó. Juliska, mikor végzel már a mosogatással? Egy kosár almát meg kell pucolnod, Juliska. Így nem fogsz a végére érni. Gyorsabban! Gyorsabban!
ittad meg az én csodálatos pudingjaimat és réteseimet, Jancsi. Add ide az ujjad. Jaj. Még nagyon sokat kell íznod, fiam, mielőtt a tüzes kemencébe vetnélek. Juliska! Nagyon lassan eszel, kis legényke! Siess már és egyél! A húgodnak nagyon sok munkája van a ház körül. Hadd lássam az ujjadat! Ne szorítsd annyira! Megszorítottam volna. Még mindig nem vagy jó húsban, de már hízol. Nem sokára elég kövér leszel, hogy megegyelek. Ez a nap is elmúlt. Jaj, de elfáradtam. De mielőtt lefeküdnék, látni szeretném, mennyit eszel ebből a finom süteményből. Nem akarok többet enni. Nem süthetsz meg. Mindent megeszel. Vagy a kis húgodat sütöm meg. Sajnos ő még nem elég nagy, de falatkának megteszi. Gyorsan kisütöm, és megeszem, mégpedig úgy, hogy te is lásd. Jó van, eszek! Ne bántsd Juliskát! Jól van. Veled már nem lesz semmi gondom. Megeszel mindent, amivel kínállak. Meglepetés! Ugye jól jön egy kis változatosság? Ez biztos ízleni fog. Egy csodaszép kövér csirke az én kedves Jancsikámnak. Tessék, fald fel most azonnal, de az egészet ám, mert már alig győzöm kivárni, hogy én falhassalak fel téged. Juliska! Juliska! Mm-hmm.
nélküled nem megyek. Jól van. Akkor megszökünk. De előbb el kell lopnod a szemüvegét. Hogy lophatnám el, mindig a nyakában van. Próbáld meg. Csak óvatosan. Most vagy soha. Nem bírok többet enni. Kipukkadok. Én meg, ha többet dolgozom, elsorvadok. Jaj, de hiányzik anya és apa. Nekem is. Hogy szólíthattam őt nagymamának? Hát te mit csinálsz? Én csak a morzsákat csöpöltem le a kötényedről. Már hajnalodik. Nagyon frissnek látszol. Alig várod, hogy dolgozhass, ugye? Akkor láss hozzá, diót akarok. Azt parancsolom, hogy pucolj meg egy hordónyit a kedvenc diómból. Ma egész nap sütni, főzni fogunk. Ha így folytatod, sosem leszünk készen. Az ember már sehol sem kap jó cselédet. Előbb törzs meg a tálat, és csak aztán töröd meg a diót. Egy és kettő. 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 De mit kalapálsz? Ott nincs is semmi. Én csak meg akarom mutatni, hogy kell feltörni egy maréknyi diót. Meg akarom mutatni, mi ennek a módja. Egy és kettő. Egy és kettő. Egy és... Jaj! Te ostoba! Nézd, mit tettél! Összetörtem a szemüvegemet! Jól van. Ezért most még többet fogsz dolgozni. Hozz két vödör vizet a kútról. Megtöltem az üstöt. Segíts, Juliska! Segíts! Itt vagyunk bent! Hogy kerültetek ide? Juliska! Hozd már a vizet! A boszorkát! Ő tette ezt velünk! Légy óvatos! Juliska, gyere be, de rögtön! Mi tartott ilyen sokáig? Töltsd meg az üstöt! Ne késlekedj vele! Igen, Jancsikám. Add ide szépen az ujjadat. Hadd lássam, elég kövér vagy-e már ahhoz, hogy megegyelek. Ördög és pokol, nincs szemüvegem. Semmivel sincs több rajta, sőt, mintha még fogytál volna. De hiszen csupa csont és bőr vagy. Még egy szerény ebédre sem futja belőled. Talán, ha mindkettőt megsütném, abból esetleg kitelne egy tisztességes adag. Juliska,
eljött a nagy nap. Megsütöm a híres mézes kalácsot. Elkaptalak, ugye, hogy elkaptalak, látod? Gyere csak, gyere! Azok a mézes kalács bábuk a ház előtt. Ők is gyerekek, mint mi. Minket is bele akar sütni a mézes kalácsba. Vigyázz, visszajött! Juliska, menj és nyisd ki a kemence ajtaját! Csak akkor csukd be, ha szólok! Először egy próbát teszünk. Megnézzük, milyen a kacsa sütemény. Hát... Hát, hát, hát... Később megeszlek. Te leszel a desszert. Valami baj van a kemencével. Ez a mézes kalács, mintha egy kisé túl ropogósra sült volna. De lássuk csak, mi lesz belőled, kedves Jancsikám. Hagyj békén, és hagyj békén a húgomat is! Te ronda vén banya! Hagyj békén, és hagyj békén azt az ostoba kis húgomat is, Griselda néni. Juliska, fuss, menekülj! Hókusz, pókusz, tedd, amit mondok. Nyisd ki a ketreszet, és maradj ott. Kutyatej! Azt parancsolom, hogy kábulj el! Juliska! Juliska! Juliska, ébredj! Ah! Ah! Ah!
Hókusz, pókusz, krumpli és uborka. Legyen, Griselda, egy süteményboszorka. Juliska! Ah, drága gyermekeim! Isten megsegített. Sok mesélnivalónk van. A gonosz boszorkány süteményt akart sütni Jancsiból. De Juliska megmentett. Olyan bátor volt. A gyerekeket süteményé változtatta. De most már visszatérhetnek a szüleikhez. Kincs. A boszorkány aranya. Nem leszünk többé szegények.